Kossuth Zsuzsanna nyomán. A szakdolgozókat köszöntötték a Magyar Ápolók Napja alkalmából. Csökkenő állomány. Az állattartók kisebb létszámú telepekkel folytatják a tenyésztést. Munkácsi darra fakad. Az életéről szóló musicallel köszönti a Jókai Színház a festő fejedelmet. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. A Magyar Ápolók Napja alkalmából tartottak jubileumi ünnepséget és tudományos ülést a Békés Vármegyei Központi Kórházban szerdán. Az esemény a Kossuth Zsuzsanna emlékmű megkoszorúzásával kezdődött, majd az árvai teremben átadták az év szakdolgozója és a tiszteletbeli ápoló kitüntetéseket. Az 1817. február 19-én született első magyar főápolónő emlékére a kórház vezetése koszorút helyezett el az intézmény udvarán lévő Kossuth Zsuzsanna szobornál. Mészáros Magdolna, ápolási igazgató kiemelte, a biztonságos betegellátás érdekében nagyon fontos a szakdolgozók megbecsülése. Az ágazat részéről ez az elismerés, megbecsülés megtörtént, és bízom benne, hogy folytatódik, hiszen számtalan ápolási eszköz került be a kórházakba, amelyek lényegesen megkönnyítik az ápolók munkáját. Új textíliák kerültek, illetve új munkaruhát is kaptak a kolléganők. Az ünnepségen dr. Becsei László főigazgató főorvos köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, a bérfelzárkóztatási program újabb lépésének célja, hogy a szakdolgozók átlagbesorolási bére elérje az orvosi alapbérek 37%-át. Ez év márciusától további béremelés lesz, átlagosan 20%-os béremelést fognak kapni a szakdolgozók. Ezzel együtt egy új bértábla kerül bevezetésre, amely a képzettségi szint szerint 5 kategóriát határoz meg, illetve a szakterület szerint további alap és kiemelt területeket különböztet meg a munkavégzés helye szerint. A 10. jubileumi ünnepségen két ápolónak adták át az év szakdolgozója címet. Egyikük Kristóf Lászlóné gyógyszertári szakasszisztensként dolgozik a kórházban. A kátólaborban, ami a gyógyszertárhoz tartozik, egy ilyen citosztatikai labor, ott dolgozok 12 éve, és én nagyon, nem ezt a szakmát végeztem, vagy hát egy gyógyszertári asszisztens, de nem csináltam ilyet, mert patikában dolgoztam, és ahhoz képest én ezt nagyon megszerettem, ezt a területet, amit én most itt végzek már 12 éve a kórházban. A másik díjazott Blága László, helyettes főápoló, 21 éve erősíti a kórház neurológia sztrókosztályát. Számomra ez egy nagy elismerés. Igazándiból az úgy gondolom, hogy ez nem az én érdemem, ugye ez egy team munka, ugye az osztály kollégák nevében is köszönöm szépen. Nyilván a főnökeimnek, ugye, akik fölterjesztettek a kórház igazgatóságnak. Szintén ketten vehettek át az ünnepségen a tiszteletbeli ápolói címet. Idén Hegedűs Istvánné Balogh Zsuzsanna és Tálas Csaba kapta ezt a díjat. Azt gondolom, hogy nem csak én kapom ezt az elismerést, hanem minden egyes kollégám, akikkel együtt dolgozok, vagy dolgoztam valamikor, és azóta már nyugdíjba mentek, hiszen közösen egy olyan iskola teremtődött, ahol olyan ápolónőket képeznek, akik joggal és jól látják el a feladataikat, úgyhogy joggal lehetünk rájuk büszkék. A jubileumi ünnepségen a munkáját az 1848-49-es forradalom és szabadságharc idején példaértékűen végző első magyar főápolónő életére és pályafutására is emlékeztek. A pénzügyi döntések voltak a középpontban csütörtökön a Békéscsabai Közgyűlés idei első soros ülésén. A képviselőtestület ezen a napon vitázott Békéscsaba 2024-es költségvetéséről, de számos pályázatról is döntés született. Az ülésről bővebben péntek esti híradónkban számolunk be, de írásos tudósításunkat már most is elolvashatják a behír.hu önkormányzati hírek rovatában.
Az aszályos évek és a drága takarmány miatt az elmúlt időszakban lecsökkent a marha, a sertés és a juhtelepek állományának száma. A baromfi tartókra pedig még a madárinfluenza is veszélyt jelentett. Ugyanakkor a tavalyi csapadékosabb időjárásnak köszönhetően a takarmányellátás javult, és az átvételi árak is emelkedhetnek a következő hónapokban. A baromfi tenyésztőknél az utóbbi években rendszeresen megjelenő madárinfluenza jelent kihívást. A védekezésben nagyon fontos a telepek zártságának megteremtése. A Békés Csaba határában található 3 hektár területen fekvő Medovalszky farmon úgy próbálnak védekezni, hogy az istállóba idegent nem engednek be, és mint a tulajdonos elmondta, ennek köszönhetően ez idáig sikerült megóvni a baromfi állományt. Elsősorban a rendezetlenség, a rendezetlen rotáció jelent problémát, de mivel hogy mennyiségileg felfele ívelő ívet ír le a termelés, hát nem okoz különösebb gondot. Vágóhidaknál akad egy-egy üres nap, átlépik, de ellátás szempontjából nem jelent hiányt. A Gyula határában lévő Anifarma Kft. Juttörzs tenyészeti telepén az aszályos meleg nyarak megnehezítik az állatok takarmányozását, és visszavetik a szaporulatot is. Náluk most kezdődött el az ellési szezon. Ez idáig 90-100 bárányuk van. Összesen 260-280-ra számítanak ebben a szezonban. A telep állománya az mintegy 100 darab magyar merinó, egy kisebb populáció, és körülbelül egy olyan 300-350 darab német hús merinó, valamint az állományokhoz tartozó tenyészkosok és növendékjárkék vagy növendékosok. A sertéstartók sincsenek könnyű helyzetben. Sokan a 2 évvel ezelőtti aszályos időszakban megnövekvő takarmány árak miatt abba hagyták az állattartást, vagy jelentősen lecsökkentették az állományukat. 200 kocával dolgoztunk. Az elmúlt időszakban a nehézségek kapcsán felére csökkent az állomány. A 200 koca és 2000 darab férő vagy 2000 férőhelyes a sertéstelepünk, úgyhogy gyakorlatilag ennek az állománynak a felét, inkább 40%-át tartjuk most bent. A Vicián Farm tulajdonosa hozzátette, igyekeznek a pályázatokat kihasználni, és például a gazdaság átadási támogatást igénybe véve a következő generációnak átadni a telep üzemeltetését, bízva abban, hogy a sertés átvételi ára is emelkedni fog. A kommunizmus áldozatainak emléknapja kapcsán szerdán Békés Csabán rendezett kerekasztal beszélgetést a Rubikon intézet. A meghívott szakértők többek között arra keresték a választ, hogy Békés megyének milyen szerep jutott a kitelepítettek elhelyezésében, és miért itt volt az egyik legerősebb a kuláküldözés. Az érdeklődők családtörténeteken keresztül nyertek betekintést az 1951-1953 között zajló kitelepítések folyamatába. A meghívott történészek elmondták, hogy mi alapján dőlt el, melyik családnak kell elhagynia az otthonát. Az egyik szempont az előző rendszerben betöltött társadalmi státusz volt, a másik az adott ingatlan mérete. A többségében gazdasági, katonai és rendőrségi elit tagjait az ország keleti részébe szállították, és az itt élő tehetősebb paraszt családok házába költöztették. Igazából mind a két társadalmi réteg áldozata volt a rendszernek, és összességében azt tapasztaljuk a visszaemlékezésekből, hogy inkább szolidaritás alakult ki, a várakozásoktól eltérően inkább a szolidaritás volt erős, és az együttműködés, az egymás segítése, mint pedig az ellenségeskedés. Persze sajnos ilyenre is volt példa, de ez volt a ritkább. A Békés vármegyei levéltár igazgatója Sáfár Gyula pedig számos statisztikával szolgált, elsősorban a mezőberényi kulák listákról, illetve a helyi kulákoknál elhelyezett, a fővárosból kitelepített családokról.
megérkezik a család, és akkor a csirke keltetőbe fogják az új családot elhelyezni, de ott legalább volt egy bubos kemence. Uh-huh. Ami abban az időszakban mégiscsak azt biztosította, hogy túl fogja élni. Igen. A család, mert ott tud fűteni, és bármilyen kicsi is a helység, összehúzzák magukat, és valahogy túlélik ezt az egészet. Az eseményen elhangzott, hogy nagyon hatékonyan zajlott a fővárosi osztályellenesek eltávolítása, hiszen 1951. májusában döntött a politikai elit a kitelepítésről, és gyakorlatilag a következő két hónapban több mint 5000 ember veszíti el otthonát és ingóságainak jelentős részét csak Budapesten. Szerdán tartották a Munkácsi a Festőfejedelem című musical sajtónyilvános főpróbáját a Békés Csabai Jókai Színházban. A teátrum pénteken a darab premierjével, másnap pedig a Dísz bemutatójával csatlakozik a Munkácsi 180 programsorozathoz. A fiatalon árván maradt Munkácsi Mihály szülei halála után került Békés Csabára nagybátyjához. Egy feszületet készít Munkácsi Mihály, aki egy békéscsabai asztalos műhelybe került inasnak. Egy picit dolgoztunk rajta dramaturgiailag, kicsit több benne a Békéscsaba, kicsit több benne a magyarsághoz való kapcsolata Munkácsinak, tehát egy picit igazítottunk rajta, de gyakorlatilag ez a színdarab készen állt arra, hogy Békés Csabán bemutassuk. A szerző már régóta rágta a fülemet, hogy miért nem mutatjuk be itt, de hát úgy gondolom, hogy most jött el a pillanat ahhoz, hogy ezt bemutassuk. A musical nem csak a festő gyermekkorát mutatja be, de a Szamosi Elek portréfestővel való találkozását és a Pál László festővel kötött barátságát is. Pár éve János Vitéz szerepében is rendező úr rendezett minket, és egy hasonló felállás volt, hiszen ott Jancsit játszhattam, és Nagy Róbert barátom és kollégám játszotta Bagót, itt pedig Munkácsi szerepében. Amikor én vagyok Munkácsi, akkor Nagy Robi a Pál László, úgyhogy egy hasonló karakterviszony van közöttünk, mint akkor. A 26 éves korára világhírűvé vált festő az 1880-as években Párizsban élt. A darabnak köszönhetően a festőmű termébe is bepillanthatnak a nézők. A rendező a darab történéseit Munkácsi Mihály magyarságtudata köré fűzte fel, amely a végén a Honfoglalás című festmény elkészítésében teljesedik ki. Itt volt Békés Csabán, arcokat keresett, fotókat készített a képhez, és hát mindenképpen azt a nagy magasztos pillanatot szerette volna ábrázolni, amikor nem egy besenyők által ide menekülő hordaként érkezünk ide, hanem egy nagy kultúrájú népnek egy végleges és tudatos hazatalálása volt. Hát ez van benne. Jelenleg a parlamentben is látható Munkácsi képnek a tartalmában, és hát ezt szeretnénk a színpadon is. A sokoldalú vetítésekkel tűzdelt zenés darabhoz mintegy 100 korhű jelmez készült. Az előadásban a Békés Csabai Színi Tanház hallgatói is közreműködnek. Sokan a téli időszakban választják ki mennyasszonyi ruhájukat a nagy napra. Napjainkban amellett, hogy jelen vannak a minimalista, letisztult megoldások, egyre több elemmel tér vissza a 80-as, 90-es évek divatja. Évről évre merészebb ruhakölteményeket választanak maguknak a mennyasszonyok a nagy nap előtt. A különböző darabok között találhatunk olyan megoldásokat, amelyek sejtelmes, áttetsző anyagokat, csipke variációkat tartalmaznak. Szegedi vagyok egyébként, és ott találkoztam Anikóékkal egy ruhakiállításon, és gyakorlatilag ők voltak az első és egyetlen szalon, akit felkerestem, mert egyből megtaláltuk a közös hangot, illetve a közös ruhát egy jó hosszas keresgélés után. Nagyon szeretem a csipkét, abban biztos voltam, hogy szeretnék csipkét a ruhába, illetve egy tüllösebb szoknyát, egy kis csillogóssal, úgyhogy ezek voltak a támpontok, illetve egy kicsit nyitottabb hát.
Az egyik békéscsabai szalon vezetője kiemelte, napjaink különlegessége, hogy egyszerre vannak jelen a divatban a teljesen minimalista, letisztult megoldások és az izgalmasan túlzó trendek. Az egyik visszatérő forma az esküvői ruha divatban a báli hangulatú nagyszoknyás viselet. Természetesen divat, és nagyon kedvelik a lányok az álmaik ruhájában a királylányos, már-már barokkos ruhákat. Ami nagyon megfigyelhető, hogy egyre több stíluselemmel jön vissza a 80-as, 90-es évek divatja. Sokszor ez egy puffos ujjban, egy fodorral a vállán a ruhának, és a puffos ujj ez is nagyon sokféle változatban. Először csak egy külön felvehető kicsi kiegészítőként, de rövidebb, hosszabb ujjú változatban már most már egyre többször megtalálható a ruhákon. A ruhaipari mérnök hozzátette, fő célja az, hogy a menyasszony szeresse a ruhát. Mint mondta, a külső szépség és a belső harmónia, az önazonos ruhaviselet sokkal magabiztosabbá teszi viselőjét. Sport délelőttöt rendeztek a Magyar Parasport napja alkalmából a gyulai Prohászka Zsolt tornacsarnokban. A rendezvényen épp és fogyatékkal élő diákok ismerkedhettek meg a parasportokkal. A sport délelőtt folyamán mozgáskorlátozott gyerekek is részt vettek a programokon. Ahogyan azt Poptyilikán Anikó intézményvezető is elmondta, mindenki számára fontos az érzékenyítés. Nagyon fontosnak tartom, mert ők is a társadalom részei, és nagyon fontos, hogy megismerjék, hogy a társadalomban ilyenek is vannak, ilyen gyerekek, ilyen fiatalok, hogyan tudnak nekik segíteni, hogyan nyúlhatnak például egy vak gyermekhez, hogy segítség például a járásban, a futásban, és ezek most mind-mind a tapasztalás útján történnek, tehát én fontosnak tartom. A szervezők az épp és fogyatékkal élő gyermekeknek szánt foglalkozásokon többféle játékos feladatot, sporttevékenységet mutattak be, melyek közelebb hozták a résztvevőkhöz a parasportolók világát. Rengeteg olyan feladatot választottunk ki, amikor vagy a hallás, vagy a látás, vagy valamilyen végtag hiányból adódó sportot kell végrehajtani. Ez a gyerekek számára egy új kihívás, és nagyon meglepően fogadták azt, hogy például egy ülő röplabdánál ő nem kellhet fel a labdáért, ami elgurult. Szembesítettük azokkal a nehézségekkel őket, amelyekkel ugye egy parasportolónak nap mint nap meg kell küzdeni. A Magyar Parasport napját 2017 óta minden évben február 22-én ünnepeljük. A dátum választása szimbolikus, hiszen ezen a napon 1970-ben alakult meg a mozgásgátoltak Halasi Olivér sportklubja, a mozgásjavító intézmény falai között. Másodszor is legyőzni az Alba Fehérvárt a Tappe Békés Csabai Előre NKS-e csapata a női kézilabda NB1 idei szezonjában. Rácz Sándor együttesének nagy szüksége van a pontokra, miután visszacsúszott a szezon végén kiesést jelentő 13. helyre a tabellán. Az utolsó előtti helyen álló Békés Csaba győzelmi kényszerben lép pályára pénteken a Városi Sportcsarnokban. Valószínűleg egy nagy rangadó lesz, tudjuk ennek a mérkőzésnek a súlyát, úgyhogy igazából már tényleg egy hete teljes erőbedobással edzünk, és dolgozunk, meg készülünk rájuk. Igazából mind a két csapatban voltak változások, úgyhogy nehezebb mérkőzésre számítunk, mint az össze volt. A Békés Csabai együttes a tavaszi szezon első két mérkőzésén a tabella első két helyezettjével találkozott, ahol a tisztes helytállás volt a cél. A jelenleg 8. helyen álló Alba Fehérvár azonban játékerőben sokkal közelebb áll a lilákhoz. Ez egy fontos mérkőzés, és szeretném, hogy már erre a mérkőzésre legyenek még több szurkolók, mert biztosan kellenek ilyen mérkőzésre. A csapat a két mérkőzés, amit játszottunk, Győr és Fradi ellen minden játékos játszott. Elég jó fő voltunk készítőt, csak erősebb ellene, és most egy olyan ellenféle, akivel bírunk játszani. Azt gondolom, hogy adunk maximumot. A klub az elmúlt hetekben szerződést bontott két átlövővel, Termány Ritával és a montenegrói Tamara Jovicevicsel.
miközben egy balkezes horvát játékos, Andela Zagár aláírt az egyesülethez. Palánc György elnök szerint a változtatások jót tettek a csapatnak. A pontvadászatnak ez egy olyan állomása lesz, ahol úgy gondolom, hogy jó eséllyel lépünk pályára, hiszen a hazai közönség az plusz erőt tud adni a csapatnak, másrészt pedig az erősítésekkel és a csapat jelenlegi állapotában én úgy gondolom, hogy mindenképpen alkalmas arra, hogy pontokat tudjon szerezni. A két csapat összecsapása pénteken 18 órától kezdődik a Városi Sportcsarnokban. A mérkőzést hétfőn 21 órától felvételről láthatják a 7.tv-n. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!